Sziasztok! Szeretettel köszöntelek bennetek, én Varga Eszter vagyok. Aki még új a csatornámon, nekik mondom, hogy család mint a felkutatásával foglalkozom. Az energia áramlással haladva olyan új mutatásokat hozok kis videók segítségével, amivel, hogyha naponta rákapcsolódsz, vagy akkor, amikor éppen elérkezik hozzád ez a videó, akkor egy megértésed lehet azzal kapcsolatban, hogy milyen karma körben vagy benne, mi az, amiből szükséges kilépned ahhoz, hogy változás legyen az életedben. Karma körök feltárásával, családminták feltárásával és képességek felkutatásával foglalkozom. Azoknak segítek, akik hozzám érkeznek egyéni karmáin, mindenkinek egyénileg szükséges dolgozni, ezért technikát és tudást is adok a kezébe, aki komolyan gondolja a változást, aki szeretne a családi hitrendszerekről, karmikus kötésekről leválni, és megismerni még mélyebben önmagát, azokat a vállalt feladatokat, amiért ide érkezett. Mindannyiunknak más életútja van, más sorsa van. Nagyon sokan csak az automatizált életet élik a gondolóformán, és hát mélyebb önmunkát nem szeretnének beletenni a változásba. Aki itt engem követ, vagy hozzám kapcsolódik, annak tudnia kell, hogy én azt képviselem, afelé vezetem azt, aki hozzám jön, hogy tanulja meg, hogyan kell a testével kapcsolódni, a testtudatos életre vezetem rá azokat, akik jönnek a Tudatosság Tudományi Egyes Szint workshopomra, illetve a női kurzusomra, ami ugye január végén indul. Minden információt itt a videó alatti leírásban megtaláltok, és ennek, amit én képviselek, az annak az a lényege, hogy a testünkhöz kapcsolódva, minden jelzését, rezgését megismerve változást indítsunk el az életünkben, hogy mi miért van, mi honnan jön, és miben szükséges változtatni. Ugye nagyon sok mintánk van, amit hozunk a felmenőinktől, ezeket fel kell kutatni, fel kell tárni, és hát szükséges leválni róluk, mert önsorsrontásban visz a legtöbb sajnos. Nagyon sok a harc, az áldozatiság, a játszmák, és hát ezek lerakása nélkül nincs változás. Akkor csak harc van. És itt, ahogy amikor kilaktam ezeket a lapokat, ugye, aki már ismeri a videóimat, annak nem újdonság, de az újaknak mondom, hogy itt most nem taró kivetés van. A kártyákat csupán arra használom, hogy általuk képi formában mutassak meg egy-egy olyan energiaáramlást, egy-egy bennem felmerült témát, amit szeretnék nektek átadni, amivel tudtok aztán magatokon dolgozni, de nem kimondottan a taró üzeneteit hoztam én most el ezekkel a kártyákkal, tehát én is sokkal-sokkal mélyebb folyamatba hívlak bennetek, mint hogy meghallgassátok ezt a videót, és aztán várjátok a következőt. Ezeknek az a célja, hogy elindítson bennetek egy olyan változást, egy olyan energia áramlatot, amivel igényetek legyen arra, hogy még mélyebbre menjetek, még mélyebben kapcsolódjatok az érzéseitekhez, a testetekhez, és azáltal pedig folyamatos rugalmasságban hát éljétek meg a mindennapokat, mert most ez az év, ez feltétlen fontos, hogy tehát ebben az évben feltétlen fontos, hogy ezt megtanuljuk, hiszen az átláthatatlanság az jellemző lehet, hogy nem látjuk a következő lépést, mégis bíznunk kell, hinni kell, hogy jó irányba megyünk, és az intuíciónkra hallgatva meghozni a döntéseket. Ugye, aki nagyon racionális gondolkodású, annak lehet, hogy ez az év elég talajvesztett év lesz, de aki már hozzá szokott, hogy a megérzéseire hallgasson, aki már meditált, és a harmadik szem területét tisztította, annak ugye nem meglepő, hogy látja, hogy ki milyen szándékkal közelít hozzá, saját szándékát is látja, leleplezi a saját és másoknak a szándékát is, ami, hát lássuk be, az nem mindig egyenes és nem mindig tiszta, úgyhogy talán azoknak könnyebb lesz, akik tényleg már dolgoztak önmagukon,
De aki még nagyon racionális gondolkodásban van, és hát mi miatt vagyunk racionális gondolkodásban, a félelmeink miatt, ugye a félelmek azok, amik megkötnek, földhöz kötnek, és csak az anyagi javakban látjuk, a gyökér problémákban látjuk a megoldásokat, tehát ezeket mindig el szoktam mondani, de most is eszembe jutott, hogy jó, egy kis csúsztatás belefér, mert nekem előnyöm van ebből a kapcsolatból, mert ebből lesz anyagi hasznom, mert nem tudom én, mert ez kedves velem, hát, mert ez szép szavakat tud nekem mondani. Mindig, ha megnézed az életedet, mindig ott csúszott el, hogy hittél a szép szavaknak, és hogyha megnézed, akkor mindig ott haladt előre, ahol betetted azt az ajtót, ahol a manipulációval tudtak hozzád kapcsolódni. Ez egyébként nagyon érdekes az én vállalkozó létemnél is, ez abszolút megfigyelhető, hogy amikor bezártam azokat az ajtókat, amik nem a szereteten alapulnak, és nem a kölcsönösségen, hanem még a harcon, azonnal utána újabb és újabb emberek kapcsolódtak hozzám egy tiszta forrásból. Ezt jelenti, hogy az intuíciónkra hallgatunk, ezt jelenti az, hogy megfigyeljük, hogy a másik milyen szándékkal van felénk, és bátran meghozzuk a döntést, hogy valakivel szeretnénk együtt dolgozni, vagy nem szeretnénk együtt dolgozni. Ez nagyon-nagyon egyszerűnek tűnik, de valójában nem az, mert meglátni a hamisságot, az, hát az nehéz. Nehéz, mert szeretnénk hinni a másikban, szeretnénk bízni, de nem mindig és mindenkiben lehet. Hát amikor megláttam ezeket a lapokat, akkor hát kétségem támad, hogy miket fogok én most itt mondani, mert hogy nem tudok én magam sem rákapcsolódni ezekre a lapokra, úgyhogy most itt, ahogy beszélek, egyre jobban bontakozik ki a téma szokás szerint, mert hát mindig így van, hogy kirakom a lapokat, ugye, és az információk majd később jelennek meg, és hát itt van ez a botokötös, ez valami csatának a végét jelenti, valami háborúnak a végét jelenti, és hát mellette a kardok hetes, ami szintén valami ilyen hazugság. Tehát látszik az arcán ezeknek az embereknek, hogy nem feltétlen a kölcsönösség, az a fajta, hát, együttérző szándék az, ami vezette ezeket az embereket, hanem sokkal inkább valami alantas minőség, alantas viselkedés, ahol csak a gondolatok voltak jelen. Nagyon sok ilyen ember van, aki így viszonyul, aki csak csatát akar nyerni. Ugye a tudatosságtudományi workshopon pont ezt tanítom meg, hogy csatát lehet nyerni, de háborút soha nem fog az nyerni, aki a tiszta szándékát azt arra használja, hogy visszavágjon, hogy háborúzzon, hogy becsapja a másikat, hogy nem alázatból legyen jelen, hogy kikérje magának, hogy hát, meg sok minden mást is tudnék itt felsorolni, de nem is szeretnék betenni a térben. Tehát, hogyha ezt tapasztalod az életben, hogy ez jön a külvilágból, akkor az nem a te karmád. Ezt tudom, hogy nagyon nehéz leválasztani magadról, nehéz leválasztani azt, hogy tud a másik így viselkedni, hogy tud. Hát ő még nem járt a tudatosságtudományos workshopon, azt tudom mondani, és még nincs olyan tudatszintje, hogy megértse, hogy nem a visszavágás az az, ami előre visz, hanem a kölcsönösség. És hogyha te szeretnél kijutni a karma körökből, akkor neked szükséged van arra, hogy megtanuld ezt a fajta gondolkodásmódot, ami valójában semmihez sem hasonlítható, leginkább az átlagos gondolkodáshoz nem. És azzal, hogy nem hasonlítható az átlagos gondolkodásmódhoz, azzal sok embert megtévesztesz az alázatoddal, a hát nem visszatámadásoddal, gondolhatják, hogy ezzel bármit meg lehet tenni, nem erről van szó, pont ellenkezőleg.
Hát erről is inkább a női kurzuson, meg a tudatosságtudománya workshopon beszélek, mert az az igazi erő, amikor megtehetjük, hogy visszatámadunk, és nem tesszük meg. Tehát nem az a valódi erő, amikor lehetőségünk van támadni, becsapni a másikat, és megtesszük, hanem az, amikor van lehetőségünk, de nem tesszük meg. No, és hogyha ezt tapasztalod a környezetedben, akkor ne állj meg, mert ez nem a te karmád. Ne állj meg, ne csapj vissza, ne akarj visszavágni semmiképpen sem. Érzed a szívedben, érzed, ha a harmadik szemedből becsukod a szemeidet, becsukod a füleidet, és minél többet meditálsz a nyolcadik csakrás meditációval, ami itt elérhető az oldalamon, a YouTube csatornámon ingyenesen, minél többet meditálsz, ki fog nyílni a harmadik szemed. A harmadik szemeden keresztül tapasztalod azt a finom világot, ahol megérzed, hogy ki az, aki jó szándékkal van jelen, és ki az, aki nem. Ne bonyolódj bele hosszan és túlságosan azokba, akik még nem a kölcsönösségben vannak jelen, menjél tovább, maradjon benne ez a botok királynője minőség, ez a szenvedélyes minőség, és az érmék kilences, ugye ez az érmék kilences lap, látszik, hogy itt a nő ez jól érzi magát, anyagilag stabil, és belső értékeire is tud figyelni. Tehát magyarul a stabilitásodra törekedjél, és a szenvedélyed semmiképp ne hagyjon alább. Akkor se, ha bármi is történik kívül, mert azt tudomásul kell venni, hogy a becsapás az a karmáinknak a része, és hogyha te nem tanulod meg ezt kezelni, akkor vissza fognak rántani. De hát nem ez a cél, hanem az a cél, hogy a szenvedélyedet és a belső stabilitásodat megőrizd. Ha szeretnél még ezekről többet tudni, akkor én jó szívvel várlak a kurzusaimra. Vannak ingyenes meditációim is, illetve női téma is lesz, az is egy ingyenes program, illetve aki valóban szeretné a változást, a megértést önmagával kapcsolatban, annak pedig a női kurzust ajánlom, hogy 8 hónapon keresztül leszünk együtt egy olyan energiamezőbe, amivel aztán forgácsolhatod le magadról azokat a visszahúzó és földhöz ragasztó érzéseket, ami miatt nem tudsz a szeretet felé kinyílni, és te magad is ezt a fajta csatározást, ezt a fajta háborúzást választod. A videó alatti leírásba beteszek mindent, minden jót kívánok nektek, és kívánom, hogy találkozzunk egy következő videóban is. Sziasztok!